elektromágneses hullámok. Most azt fogjuk megnézni, hogy a CD-re ugye fehér fény esik, tehát ugye itt a környezetben a fehér fény esik, mégis ugye színeset látunk a CD-ben is, miért. Ugye a témakör az elektromágneses hullámok, miért kap itt szerepet a fény? Azért, mert a fény is egy elektromágneses hullám. Az elektromágneses hullámok között a hullámhoz tartománya 400 és 800 nanométer közé esik, frekvencia tartománya pedig 750 ezer GHz és 375 ezer GHz közé esik. Ugye, amit látok, az, hogy ez a CD a fehér fényt színeire bontotta, ugye megjelent a vörös, a narancs, a sárga, a zöld-kék és az ibolya. Ezek közül a vörösnek a legnagyobb a hullámhossza, ez lehet ugye a legkisebb a frekvenciája. A vörös hullámhossza 600-800 nanométer között van, utána a narancs. A következő, tehát annak a vöröstől kisebb a hullámhossza, 590 és 600 nanométer között van, majd a sárga 570 és 590 nanométer közötti hullámhossz tartományban van, a zöld 500 és 570 nanométer közötti tartományban, a kék 420 és 500 nanométer közötti tartományban, az ibolya pedig 400 és 420 nanométer közötti tartományban található.